Ugye van a pénz, bemész a boltba, veszel egy új bringát. Azt hiszed, hogy használhatod, de nem, mert olyankor jön az, hogy szervizszolgáltatás, amit ugye meg szeretnétek spórolni, azért nézitek ezt a videót. Mert olyan dolgokat ellenőrizzetek, ugye mindenkinél van azért otthon egy pár szerszám, például 15-ös kulcs. Itt van ez a kis pedál, ezt véletlenül se húznánk meg, azzal a mozdulattal, ahogy beletekerte az, aki összerakta, elvégezhetett volna egy pici erőkifejtést, így, és meghúzhatta volna a pedált. Most ezt így egy kézzel nehéz, mert meg is kell fognom, le kell valóna tenni a kamerát. Ez mindig valami kardinális kérdés nálam, hogy hova teszem le. Talán ide. Így jó lesz. Most hova tettem a 15-ös kulcsot? Az előbb még rajt van a bringán. Szóval azzal a mozdulattal, ahogy ezt ide beletekerte a kolléga, meg is húzhatta volna, de hát ez a szervizszolgáltatás erre terjed ki. Másik pedál, milyen nem meglepő, szintén nincs meghúzva, mint hogyha direkt arra mennének rá. Lehet, hogy még ő sincs meghúzva. Azt is érdemes lesz megnézni. Szóval megnéztük egyszer, hogy a pedál meg legyen húzva. Érdemes azzal is foglalkozni, hogy a kerekek meg legyenek húzva, hogy ne hagyjuk el. Na azért arra ügyeltek, hogy ha így lóg, akkor ki kell venni a kereket és a kónuszokat megigazítani, de hál' Istennek az meg van oldva. De meghúzzuk az összes. Most már kerék meg pedál az van. Így nem lóghat, mert azt vagy monoblokkos, vagy nem, de azért azt összerakják. Most még ide bele kéne lesnem. Hogy itt? Torx! Mi más lenne, mint egy torx, de hát nem fognak kirajtunk, mert torxunk is van. Egyébként ezt azért alkalmazzák a torxot ilyen helyeken, hogy ne legyen egyszerű. De hogy látom, ez nem csak torx, hanem rámegy valami krómaféleség is. Tényleg nem megy rá a sima 10, mert az ugye nem fér bele. De vagy torxot hozunk, vagy krovát. Remélhetőleg krovátok is van otthon. Fontos dolog. Én az nélkül sehova nem indulnék el. De hát az ott egy 10. Ez egy 14-eske, az ugye a 13-as nem megy rá, jól értelmeztem. Nézzük, hogy meghúzták-e, ezt azért meghúzták, oldalt, itt is. Meghúztuk a pedált, a hajtókarokat. Visszategyem azokat a szép díszdugókat. Vajon. De ezt meg lehetett volna húzni egy torx imbusszal is. Mindez az imbusz készlet lehet kapni ilyenbe. Torx készletet. Visszatesszük ide a dekordugókat. Itt nem néztünk még, ugye vannak a fékek, meg a váltó. Na már most a váltó. Az ugye adott elő, meg hátul, mert megint nem tudom, mivel fogom fogni a kamerát közben. Hát mondjuk letesszük így addig. Vagy először így, ha nézzünk egy hátsó váltót. Ugye neki így. Így váltogat. Micsoda érdekes dolog, hogy ez be van állítva. Pedig meg akartam mutatni, hogy kell. Bontsam el, nem fogom. Ez ráadásul pontosra is van állítva.
És az első váltónk pedig itt. A tudatom kitértek azon, hogy pontos. Ez az. Ugye amikor egyesbe kapcsolunk, ugye a legkönnyebb fokozatban, akkor az itt gyönyörűen itt, ez így együtt fut. De jó, hogy ide bele keveredett a vezeték. És ezt pedig, ezt az együttfutást itt hátulról tudjuk megnézni, hogy ezzel ez pont egy vonalba legyen. Egyrészt váltson el odáig, másrészt ne menjen már be a küllők közé, és ezt itt valahol itt két csavarral tudjuk beállítani, mi legyen a legfentebb, meg a leglentebb pozíció, mert hogyha nagyon beengedjük, bevált a küllők közé, hát az nem túl előnyös, vagy ha nagyon le, akkor bevált ide a váz közé, ahol szintén úgy megszorul, hogy nem tudunk vele tovább menni, de ez nagyon jó be van állítva, sőt, itt látni, hogy még egy nagyon picit beljebb lehetne így eddig engedni, de ennyi csuklik nyeknik ez a váltó, ezért nem engedték. Inkább ne lehessen használni azt a fokozatot, de ne váltson oda be. És akkor ugye tekerni kell váltás közben, a másikkal pedig leváltogatunk. Ez most a kettes volt, igen. Egy hármas, és elég pontosan van beállítva. És a hatodik is. Amikor hatodikban van, akkor szintén megnézzük. Itt is szépen együtt fut, nehogy beváltson ide. Itt van a két határoló csavar, ami nem engedi tovább jönni a váltót, se erre, se arra. Ebben a kategóriában így liglóg, mert nagyon pontos váltóbeállításokat ne várjunk. Most ezt váltsuk középre. És ha középre váltottunk, akkor jöhet az első váltó, ami ugye most a legkisebben van. Próbáljunk vele. Jó, át kell másznom a túloldalra. Próbáljunk vele váltani. Így föl a nagyobb... Olyan, erre kéne tekerni közben. Ez már így a legnagyobb fokozat. Léri el a láncot. A váltó párhuzama nincs beállítva. Mindjárt kiderítjük. Csak így nem látok semmit. Hopp, hopp, hopp. Na, a kamera. Remélem túlélte. Mondd, hogy túlélted, mondd, hogy túlélted. Ugye ez túlságosan neki feszül, neki engedi ide. Na ezen kell is állítani, hogy ne engedje ennyire följönni. Ez egy keresztfornyos csavarhúzó. Magyar paraszti néven csillag csavarhúzó. Hát olyan nincs, mert a csillagokhoz nem kell csavarhúzó, azok fent vannak az égen és el vannak. Nevezzük csak keresztfornyosnak, ha már az a neve. Hol van az első váltónk? Ugye valahol itt lenne jó póz. És ennél följebb nem kéne, hogy engedjen. Nem tudom, melyik az. Mindig neki engedi? Egyébként itt látszik, hogy melyik csavar mit állít. Melyik ütközik akkor, amikor erre fölfelé váltunk, csak egyszerre kell tartanom a kamerát is. Meg néznem is. Meg váltanom is. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a csavar állítja azt, hogy mennyire jöjjön föl. Úgy egyszerűbb lesz, hogy egyet visszaváltunk, és ezt beljebb tekerem. Úgyhogy itt, ahol jó póz van, mert most van körülbelül a jó részen, ami ne engedje túl, azaz nem tudunk túlváltani, megfogja a váltót, igen, eddig engedi, lefelé pedig fordítva, ahhoz megint föl kell fordítani a bringát, és lefelé a kicsire ezt teszi,
És hát ez a belső csavar fogja állítani. Na, ajaj, remélem megint rádobom a kamerára. Nézzük csak a legkisebbet. Itt pedig elengedi el túlságosan. Ezt a hátsó váltót ilyenek a célszerű középre rakni, hogy ne keresztbe váltsunk, mert akkor természetes, hogy elérezt azt. Igen, ez jó lesz. Itt nem vált túlságosan le. Látszik, ezt az egyet hagyták a kollégának meg. Elkezdünk fölfelé váltani. Itt valahol középtájon. Itt váltott föl középre, és elkezdünk még följebb váltani. Csak így kitekert kézzel, nem olyan könnyű, hogy felteszi a legnagyobbat. Ugye eltekertük a végéig. Igen, de utálom az ilyenfajta váltókarokat. Most mit ér el a lánc? Amit hallunk, ez a következő téma lesz, amit előszeretettel nem állítanak jóra. A fék. Ugye a fékeken több dolgot lehet beállítani, az ilyen V-fékeken, hál' Istennek meg ki a divatból. Egyrészt, hogyha az egyik, látjuk, hogy az egyik oldalra van így elhúzódva, így vagy így, akkor itt van egy rugó, amihez ezt le kell szedni és le tudod húzni, akkor tudod átakasztani ezt a rugót. Azzal állítod feszesebbre vagy lazábbra az egyik oldalt, ez a három fokozat, ha szerencséd van, pont elég arra, hogy meghúzod és elengeded, hogy így, mondjuk ezen az a része jól működik, hogy egyszerre engedi el. Nem úgy, hogy az egyik oldalra megy és a másik folyamatosan eléri, ennek más baja van. Ugye szokott lenni olyan gond, hogy nagyon fönt van a fék betét, vagy így elfordul, és eléri a gumit, akkor defekthez vezet, vagy ha lent van, de inkább legyen itt az alsó felén. Azt kell megnézni, hogy hol fog. Ez aránylag lent fog, és így is legyen viszintve vele. És arra nem térünk, hogy a komolyabb V-fékeken be kell állítani egy összetartást, hogy jó legyen a fék. Már kitérhetnénk. Ezen az oldalon van az a hülye hang. Na most melyik fék érje az? Mégiscsak az lesz a baj. Na de, állítgassunk féket. Ezt megint felfordítjuk. Jaj. Valaminek neki kéne támasztani. Így jobban hozzá lehet férni meg a csúcs fékekhez. Minek támasztani neki a biriglit. Így a lakásban elég nehéz dolog. Jajjaj. Talán itt ez a szék megteszi. Nézzük csak. Be kell dugni a töltőt is. Nehéz dolog ez. Úgyhogy legyen róla videó is. Megyünk hát falig. Nézzük a beállítást. Itt. Innét jónak találom. Innét is jó helyre fog. A kerék ilyen könnyen csuklik. De nem lóg. Egy biztos, hogy meg, nem szeretik húzni. Na, hol tudna eljönni a vezeték, úgyhogy ne akadályozzon semmit. Jöhet az imbusz. Nincs több imbusz, ha jön az imbusz. Azt azért mindenképp nézzük meg, ha jól is van beállítva, hogy meg vannak-e húzva.
egy picit még lehetett rajta, érzéssel, mert főleg itt aluvázba fog. Ennek is van egy finom beállítója egyébként. Itt és itt ez a két pici csavar, hogyha nem középre jön vissza. De ez úgy tűnik, az a része jól van beállítva. Olyan erős a fék, hogy a vázat szétfeszíti. Vagy olyan gyenge a váz, hogy szétfeszíti a fék. Ez jónak tűnik. Hol tettem le ezt az egyik buszt? Mivel állítgattam. Itt pedig. És közben a kamera helyzetet kell változtatni megint. Amíg látszik. Amíg látszik, de nem ér el. Őt meg tudjuk lazítani, és tudunk rajt fordítani. Így. És akkor, ha lefogjuk, akkor tudjuk meghúzni. Igen, a túloldalon ugyanez. Két betétet lefogjuk. És úgy húzzuk meg. A bovdennek a meghúzása is megvan. Erre felé kéne kicsit neki még eljönni. Ebbe az irányba, mert én azt látom, hogy innét kosztat, innét már rés van. Erre kéne meghúzni még. Azt hogy csináljuk, ugye? Épp az imént mondtam, ezzel a csavarral lehet itt kicsit spanolni, mert lehet látni, hogy itt hozzáér, itt pedig rés van. Szóval nem tér vissza. Ő itt, de igazából ő csak hátul ér hozzá, úgyhogy hoppá, ezt az excenteres ockot kell beállítani. Ahhoz pedig visszalazítjuk ezt itt. És ebben az excenteres kis alátétén fogunk tétjén, alátétjén, budatétjén, mindjárt megmutatom, hogy néz ki. Egy ilyen dolog szétszedve. Elméletileg azt mondja, kiakasztom hozzá a féket, és íme. Szóval itt kéne lenne egy excentrikus valaminek, amit ha elforgatok, akkor így irányba kéne állni, de ahogy látom, ezt innét lesporolták a kezem, mögül semmit nem lehet állítani. Ezt hogy oldotta meg? Mert ugye így sincs semmi, ez csak annyi, hogy ide föltesszük, azt vagy jó, vagy nem. Hát olyan sok fékbeállítást itt nem lehet eszközölni. Ezt azért nehezményezem. Ez a 60 ezer forintos kategória, vagy mennyi ez? 110 helyett 60, ugye ez a, az akciók akciója. De ezt a rohadt valamivel át ide. Vagy azt tudjuk csinálni, a más sorrendbe rakjuk az alátéteket. Már mivel ez ilyen, szerintem ezt eleve így kéne rárakni. Nem fordítva, mert így volt összerakva, lehet, hogy direkt. És ebbe jönne bele ő. Ő vagy ő, de az egyik biztos. Mert ugye ott, nem, ebbe, ebbe passzol bele, ez az, így passzol bele, így van a két kupos rész. Na, így már sikerülhet a beállítás, mert ezzel
Ezt föl lehet húzni így is, és a túloldalon úgy szintén, ezt a, szóval így van, fönt ezen a, nevezzük fékkarnak, vagy bárminek, a túloldalára úgy szintén úgy jön rá, hogy a kupos kifelé, ez összefekszik a külső kuppal, és úgy jön rá az alátét. Szóval még egyszer, nézzük apránként, fékbetét, lapos fele, itt a kúp, a picike vékony, itt a kúp, most felrakjuk ide, de ahhoz egy picit ezt a féket be kell nyomni, hogy elférjen a vásztól. Na most raktuk bele oda, és ide kívülre felrakjuk, ugye kupos felével, vagy a kuppa kifelé, aztán a kupot befelé, aztán egy alátét, aztán jön az anya. Most, ha jól összerakva, nem úgy, mint eddig, és most be lehet állítani, mielőtt lehúznánk, hogy ez így, vagy így álljon. Szóval lehet látni, hogy meg lehet húzni így is, meg lehet húzni így is. A lényeg, hogy erre forog a kerék, úgy szokták beállítani a féket, hogy így, ahogy ráfut, azt hiszem, egy, legyen egy ilyen lejtése, úgymond, vagy egy szöget zárjon be, de ha beállítjátok viszintesen, az is jó ezeknél a kategóriáknál, de nem viszintesre szokták. Most azt nézem én, a legegyszerűbb beállítási mód a viszintes, neki nyomjátok, ezzel a karral, ugye beállítod jó helyre, ahol fogni fog, akkor nyomod neki a karral, csak ugye nekem ez kell mind a két kezem. Szóval beállítod, neki nyomod. Arra kell figyelni, hogy ott fönt egyforma legyen a rés, ne érjen hozzá a gumihoz, és itt azért már ne lépjünk befelé túl. Na most ez pont jó áll, most csak meg kell húzni. Megfog, meghúz. Igen, egyszer csak egy picit meghúztam, most elméletileg ez jókor, jó helyen ér hozzá, és most tartja a viszintet, szóval nem lesz az, mint az előbb, hogy kosztatott, mert így állt, mutatom, így állt, és itt mindig hozzáért, és ott meg úgy feszítette hozzá. Maradjunk ennél a párhuzamos beállításnál, a profiknál, van egy kis szög, de ne foglalkozzunk vele. Ezek nem azok a fékbetétek, ilyenkor azért célszerű lefogni, mert eltekerjük. Amikor lehúzzuk, érzéssel, beakasztom a féket, jön az ellenőrzés. Hogy tudjuk beakasztani? Hát úgy, hogy így túlhúzod, egy kézzel nehéz, hogy a kamerát is fogom, és ott beakasztod a bovdent, és így beakad az magától, ez csak egy porvédőre rá lehet húzni. Most, ha húzkodom a féket, most szépen egyszerre ér hozzá elő-háttól, és jó az íve is, se nincs alacsonyan, se nincs a gumiba, ez az oldal jó. Nézzük a túloldalt, ugyanezt meg kell csinálni. Hát, ha lenne itt hely, ha lenne hely, mindenki meg tudná csinálni, ez igaz. Közben ezt megint töltőre dugom. Csak így nem fér sehova, de se baj, megoldjuk, vagy nem, de az egyik biztos. Most a kamera miatt kell szerencsétlenkedni úgy szintén. De jó lenne, hogyha legalább valamit meg tudnék fogni. Továbbra is ezzel az ötös imbusszal dolgozunk. Ugye ez az oldal nincs kész, féket kiakasszuk. Na. Jó,
ezt én újkorában megcsinálni, mert ahogy ezek a gagyib kerékpárok szétesnek, akkor egyre szarabb lesz. Sikerült kiakasztani, az egy jó sorjás itt minden. Nem tudom milyen oknál fogva bekenték zsírral az ülés alját. Biztos, hogy olajozottabban menjen a műsor. És egészen értem, hogy miért így volt meghúzva. Ezt egy kicsit jobban rá kéne tenni a vázra. Jó. Szóval ugye ott tartottunk. Látszik, hogy ez nagyon lent fog. Próbálom megmutatni most. Itt látszik, hogy itt nagy a rés, és nem jó helyre fog, mert itt a levegőbe akar fogni. Közben összetörtem a mérleget? Nem, még nem. Hello, hello. Ötös imbusz. Szedjük csak le ezt, hogy hogy rakták össze, mert biztos, hogy rosszul. Ugye letekerjük az anyát, alatta kell találnunk egy, az első az anya, aztán kell találnunk egy alátétet, ezt egyszerre leszedem úgy, ahogy van, így jött le, alátét, ők így rakták a kupot, végül is így is jó, aztán a csészét, ez most teljesen mindegy, igen, így. És a túloldala, mutatom, hogy volt fent és lent. Túloldalán meg úgy rakták, ahogy én, hogy először van a fészek, aztán ez a kupos rész. Hát én fordítva gondolkodom, de se baj. Tök szimmetrikus fékbetét, ha berakjuk a fékbetétet, úgy ahogy az előbb, a helyére nyomkodjuk, ott ahol szeretnénk, hogy fogjon, ugye fölle és a párhuzamot nézzük, meg azt az ugyanakkor a hézagot fölül, illetve alul, aztán rárakjuk ezt az önbeálló csodát, ami ugye lehet, mint mondtam, így vagy úgy, mert teljesen mindegy. Végül is logikusabb, hogy belül van ez a picike, majd átrakom a túloldalt is, ha kedvem van hozzá, aztán a másik, aztán az alátét, és az anya rajt van a kulcson. Elfordult, nem? Ha neki feszítjük, akkor ez így közben beáll magától elméletileg, és előhúzva ki tudjuk deríteni, hogy egyszerre ér hozzá, kiakadt közben a fék visszahúzó rugó, fék a helyén van, most ez mitől ment ennyire föl, a rugó ennyire eltolta, igen. Fognia. Pici előhúzás. Ugye a meghúzáshoz le kell fognunk, mert elfordul, de jól lenne beletalálni. Jó helyen tartjuk. Oké. Csak vissza, illetve itt túloldalra lecserélem, akkor arra a sorrendre. Valamilyen oknál fogva így stabilabb, úgyhogy inkább ezt alakítom át, hogy ugyanolyan legyen a sorrend. Biztos nem így kell, hanem fordítva. De én ezt a csészét teszem belőle. Még vastagabb. Úgyis csak egy önbeálló dolog. De jó lenne, le tudnám szedni, ugye?
Én a csészéssel kezdek, és aztán jön ez a kupos bele, aztán a tomátét. Én fordítva rakom most fel. Így stabilabb, vagy hogy mondjam, fixebb, nem annyira állítódik. De oda-vissza működik a dolog, úgy kéne rakni. Jönnek ki feszülve, kéne meghúzni. Először egy picit, hogy a helyén legyen, aztán itt ellen tartja. Na, elméletileg beállítottuk a hátsó féket. A gyárítól fordított összerakással, hogy ne lehessen annyira elállítani. Ez az. Most ez is jó, meg ez is jó. És remélhetőleg elmúlott ez a kosztatás. Érni. Ez vagy ez. Ezek a V-fékek ilyenek. Jó, első fék. Ez jónak tűnik, de pár dolgot ugye nézzünk meg, mert itt ugye még nincs beakasztva, jó, hogy nem akadt ki az első fék. Ilyen apróságokra érdemes figyelni. Ezen a bovdalán még lehetne húzni. De itt egyébként állíthatunk a féken, hogyha ez nem lenne nagyon. De szerintem ez így jó is. Mutatom miért. Mert ugye sokat kell húzni, idáig be kell húzni, hogy már úgy feszítse, de ez itt nincs kitekerve. Ezen még tudunk kitekerni, akkor már itt fog fogni a fék. Az első féket főleg a amatőröknek nem célszerű kemény, de hirtelen fogósra állítani, mert szeretik magukat pofára húzni. És nem tudom, de ha kell rajt húznak, ezt meglazítjátok, és így húztok a bovdenem még. Ugye erre, és visszahúzzátok. Csinálhatjuk úgy is. Ezen utána majd a kopást lehet végül is állítani. Ehhez az kell, hogy ezt így összefogjuk, vagy kiakasszuk, hogy nem feszíti semmi. Ugye messze van az a kamera, semmi nem látszik, gondolom. Megint összetörtem a mérleget, már megszoktam. Így. Ezt meglazítjuk. Lazára és erre felé, hogyan mutassam meg. Nem a kerékpár felé, hanem arra felé húzunk a bovdenem. Egy picurit. Jaj, ennyi lehet, hogy sok lesz. És visszahúzzuk. Most amennyit a rózsás rész, én csak annyit húztam vissza. Ezt húzzuk meg, mert ezen fog a fék. Ez itt laza, akkor a bovdent kihúzod, aztán mész a kamion elé, és nem kap el a röhögés. Most visszaakasszuk, de jó kis sorjás, beakaszthatatlan.
primitív megmunkálás kőbaltával, gondolom. És most már itt összeér a fék, ennél jobban nem is érdemes szerintem most meghúzni. Szóval ennyit húztam erre. Ezt előhátul meghúzom biztosra,